köszöntök mindenkit. Megjött a SI 4000-es csomagocska. Lehet, hogy ide nem is kell olló. Vagy mégis. Meglátjuk, hogy mit rejtem a csodálatos doboz. A csomag mi a geci. Nemrég jöttem haza. A Szénehazeból. Kíváncsian várom, hogy nem-e valami Blizzard kaptam, hanem tényleg a kamerát. Egyszer ezt a kis papírocskát, ezt kivágom innen, mert ez értékes lesz még a későbbiekben. Na. Így ezt elrakjuk. Gondosan bele egy kicsit. Bocsánat, vagyok most kicsit beszédeskedben, de már volt kíváncsi vagyok. Nem fogok így pattogni, mint egy kis hülye gyerek, hogy jaj, megjött! Örülök, hogy megjött, és kész. Ennyi. Ez egy kuka. Fóliázolom. Tehát nézzük, mi van a dobozban, mit rejt a dobozka? Jó kis párnázott. Hungarocel, ja nem. Az nem az. Meglevezésnek jó. Gondoltak azért a biztonságra, na. Király. Fogok ilyet végre a kezembe. Bázd meg azt a rohadt fényt. Itt van. Itt van. Tehát magyarán szólva. Nem jó, tényleg működni fog, mert állítólag vannak ilyen izék is. Fékek, kamuk. Sports HDDV. Water resistant. 1080p-be vesz. Maximum full HD. Jaj, kezdek félni. Hát igen, a kamerája az 12 megapixeles, 7 színbe vesz, fekete, fehér, ezüst, sárga, kék, rózsaszín és arany. Az LCD 1,5, igen, a képeknél a maximum 4032x3024-es a felbontás, és az alatt. Hát így. Jó, hát az USB-t azt mindenki tudja, igen. 4 amper. Maximum 32 gigabyte-ig bővíthető az SD-je. Igen, hát a maga memóriája, 4x közelítés, 170 fokos látószög. És a videónál 1920x1080 a max, 30 fps, 1280x720x60 fps. 848x480 és 640x480, ezek is 60 fps-ek. Igen. Jajajaj, de fosok előre. Tényleg van kamu legyen báze. Kis dohány darab. Oké. Hát igen, nádpálc az nincs. Végre én is fogok ilyen kis pincurkát a kezembe. A faszomat ebben a rohadt fényerőbe, hogy... Jó, ezt addig üzerakjuk odébb. Nézzük. Ugyebár van itt nekünk egy olyan hátlap, ami... Tudja a faszom. Hát ilyen pót. Pót hátlapos cuccos. Ez nem olyan, mint a GoPro-nál, hogy mert van lukasztott, meg van ilyen izé is, sima. Ez ugye bár ez a fejpántnak való,
hogy így felrakod a fejedre. Mi van még itt? Mert most a közeljövőben, most ezen a napon szükségem lesz egyre. Igen, na ez. Ez gondolom ilyen pót. Erről a kis pizbaszra. Igen, ugye van itt az USB kábele, ami teljesen ugyanaz, mint a telefoné. És hát ennek a telefonnak. Itt a bringa. Azt hiszem ez a bringái. Ez a bringácska. Ez két darab ilyen kis tapasztós cucc, hogy rácsúszhatod, és akkor ott marad. Ott marad egy bizonyos felszínen. Ezt legfőképp kocsiból szokták használni. Ez meg ilyen csíptető. Hát a csíptető arra szolgál, hogy itt én mondjuk ide, és akkor utána itt lesz magadon a kamera. Igen, ezeket. Még van hozzá, jaj! Biztonsági lánc is van hozzá, mint a színházban az altmanoknál, vagy ezeknél. Meg még kettő plusz biztonsági tapasz. Ez ilyen, ez is gondolom ilyen pót, ennél. Ennél a kis. Az a baj, csak egy irányból jön a fény, azt már 15-19 van, az csak az a baj, milyen kormos idő van. Ez is ugyanaz. Ez is ilyen, nem, ez ilyen ferdés. Na és ez az, hogyha ide berakod, akkor nem kell a topba rakni. Ezek még mindig ugyanolyan. Na én erre nem jöttem rá sose, hogy ez mi a frász. Ez mi akar lenni? Nem tudom. Ez ilyen kis törlőcske. Kamerát, a lencsét, hogy bármit meg akarsz törölni. Itt meg ugyebár a használati utasítás. Igen, ide. Ja, itt mutatja, hogy melyik cuccos hova lehet vesz. Csak miért a névet nem vagyok. Mi az, hogy kravatten. Tehát innen nézik, hogy Picture of accessiores. Na nézzük. Igen. Ribbon. Ismeres ez a ribbon név. Oké. Okay. Igen, hát ugye. Ez erre jó, ez a sisakra, a tapaszos, ez az oldal. Ja, igen, mert csomót össze kell keverni. Biciklinél. Igen. Igen, az a bicikli, azt fog majd kelleni. Ez, igen, ez az, amit ami le is tudsz tenni, meg fel is tudod csíptetni az ide az övedre oldalt. Ez meg a kocsi. Szivargyújtóval együtt. Na, most ugrik a majom a vízbe. Még hogy pukkant. Hát igen, mivel friss még az elején, meg lehet vissza. Ezt a büdös kurva. És tessék, itt van. Ez a kicsike kis pöcs. Na nézzük. Welcome. Anyád. De durva. Á, igen, love battery. Igen. Hát most fel kell töltenem. De nézzétek, hogy nem mazudok. Csak bekapcsolom még, nem? Nem. Le van merülve. Na mindegy. Tehát ez maga, ez a kis pöcs. Ez a kamera. Jaj, de kis cuki. Olyan szép a fogam. Ez. SJ4000 HD 1080p-s kamera. És úgy néz ki, nem volt kamu. Bekapcsol. Ezt hogy kell? Na, az izére kell rájöjjek. Baszos kulcs az aksira. Hogy azt hogy? Hogy szedjem itt ki? Mindegy, majd nézek utána a videóknak. Hát, figyeljetek, csak mindenki mutatja, hogy ekkora a kamera, ekkora a tenyeredhez képest, így. Épp, hogy belefér érted a tenyeredbe, de nagyon kemény. Tudja, válsz hozzá a vízálló tokocska. Annyira nem egy nagy
bonyolult dolog az egész, rá lehet jönni. Úgyhogy ennyi, kész. Kész, vége. Kész. Aha. Na jó van. Ennyi volt akkor a... Ez is már 10 perc, 20 másodperc lesz. Ez volt az unboxing videó, az SE 4000-es. Örülök, hogy megjött. Már a színházban a izé, haverokkal azon agyaltunk, hogy hogy jöhet meg, meg miképp, meg hogy mikorra várható. És erre tessék, csak emlegetni kellett ezt a kis májmot. Úgyhogy... Várjatok. Úgyhogy ennél csak annyi lesz a lényeg, hogy ide lerakom és cső. De nem is látszik semmi. Na ezért szar ez a kamera, gyerekek. Ide kell raknom a fénybe a kamerát, hogy látszódjon a pofám. Na. Erre nagy... Na. Úgyhogy ezzel a telefonnal ez volt az utolsó videó, több nem lesz, és ezután már csak ezzel fogok videózni. Mert azért vettem. Nyári melós pénzből. Azért vettem. Erre vigyázni fogok, mint a szemem fényére. Jól megjött. 20 nap amúgy, 20 nap alatt hozták ki. Másodikán rendeltem, és ugyebár ma 22-e van. Úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok. Remélem várjátok majd a videókat. Remélem a mai nap folyamán szerintem fogok tudni felvenni egy bicikliset. Jaj, legyetek jó csövázas mákos darát! Csirke Japánba!